turisztikai workshop Viskán a Fodó Sándor közösségi házban. Az oktatói nap a Vajatisza elnevezésű, határon átnyúló közös turisztikai projekt keretén belül valósult meg, melyet az Európai Unió támogatásával a fehérgyarmati székhellyel működő Felső-Tisza vidéki több célú kistérségi társulás és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács közösen teremtett meg. Fő céljuk egy integrált, új, határon átnyúló turisztikai desztináció létrehozása két szomszédos térség részvételével, hozzájárulva a helyi kultúra történelmi örökség megőrzéséhez. Weboldalukon elérhető egy e-learning fül is, amiben számos tananyag megtalálható. Alapvetően az adott e-learning tananyag a Vajatisza akronim nevű Európai Uniós pályázat keretében lett létrehozva, annak érdekében, hogy a turizmusban érdekelt, vagy egyáltalán a turizmus iránt érdeklő személyek sokkal nagyobb információ mennyiséget teljesenek szerte a tananyagban feltüntetett kategóriák kapcsán. A turisztikai tanács által szervezett alkalmak arra hivatottak, hogy minél több ember hozzáférést és ismeretet szerezzen az adott tananyagok kapcsán, és illetve ezáltal ösztönözzék is a potenciális ismerősi, baráti és családi köröket a tananyag megismerését tekintve. Az ilyen workshopok lehetővé teszik, hogy az elolvasott tananyagot előadás formájában is meghallgassák az érdeklődők. Az oktatók plusz információkat is közölnek, mindemellett saját tapasztalatokat is megosztanak a hallgatósággal. Sas Enikő a túravezetésről tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az ide látogató turisták számára fontos megmutatni a környező hegyeket is, de ezt mindig komoly felkészültség és terepismeret kell, hogy megelőzze. Egyrészt ezt az időt én azt gondolom ki kell használjuk. Tehát ki kell használjuk, és mindenféleképpen az embereket is arra szeretnénk biztatni, hogy várjuk a pozitív végeredményeket, és amikor véget ér a háború, mi legyünk készek. Tehát legyünk készek arra, hogy fel tudjuk venni újra a litmust, vagy esetleg tudjuk folytatni ott, ahol abba hagytuk, de ha még fejleszteni is tudunk, tehát akár fizikálisan, mint például tájházat átadunk, vagy egy új programmal tudjuk bővíteni a kínálatát, fontosnak tartom azt, hogy fejlődjünk menet közben, és amikor újra visszatalál hozzánk a turizmus, akkor vagy visszatalálnak hozzánk a turisták, akkor igenis mi készek legyünk arra, hogy várjuk és fogadjuk őket, és tudjuk folytatni. A párhuzamos utcába átsétálva a Viski tájházhoz érünk, melynek ötlete 2000-ben született meg az ötvös házaspár fejében, akik már 1996-tól a falusi turizmus szerelmesei voltak. Azt akarták, hogy a felnövekvő nemzedék jobban megismerje a település történelmét. Kitartásuknak és a közösség összefogásának köszönhetően gyorsan összegyűltek a bútordarabok, ruhák és egyéb tárgyak, melyek tökéletes összképet alkotnak. A hely az ukrajnai háború előtti időkig számos odaérkező turista számára volt célpont. A KMK-szel és a KMTT-vel karöltve pedig most is azon dolgoznak, hogy ne álljanak le és a békés jövőre készüljenek. A Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátalja Magyar Turisztikai Tanács közösen részt veszünk egy Európai Uniós pályázatban, ahol magyarországi partner szervezettel, a Nyíregyházi Fejlesztési Ügynökséggel élő tájház projektre pályáztunk, és ennek a keretein belül Kárpátalján létrejött itt Visken a tájház mellett egy kovács műhely, illetve egy lengfeldolgozó üzem, illetve hogyha tovább megyünk, akkor Salánkon, Nagymuzsajban és Tiszacsomán is van egy-egy tájház, illetve egy jurta tájház. Ezeknek az átadása még nem történt, meg még mögöttünk áll. Az első helyszín ez Visk, ahol ezt a két fejlesztést tudjuk most bemutatni. Két újabb épületrésszel bővül tehát a tájház. Elkészült a szinte tökéletesen felszerelt kovácsműhely. Kovácsok persze a környező vidékeken is voltak, de a len és a hagyományos textilművészet errefelé valószínűleg Viskről terjedt el. A levéltári adatok 1560-ban említenek jelentős len és kenderföldeket. A helyi asszonyok a 19. század közepéig szőttes és varrotas munkáikat teljes mértékben házilag termelt kender, len és gyapjúfonalból készítették. Hát a kovács műhelyt azt úgy döntöttünk a Kárpátalja Turisztikai Tanács elnöksége, hogy Visken fogjuk megvalósítani, mivel itt is nagyon nagy múltja van a kovács mesterségeknek, csak sajnos meghaltak a híres kovács mesterek. De viszont a lenfeldolgozó pavilont meg nekem volt az ötletem, mivel ha bemennek a tájházba, bemennek a szobába, ahol van a kirakva a lenből készült termékek, tehát
Ez Visknek a jellegzetes hagyománya volt, hogy a lemből lepedőt, gatyát, ruhát, mindent ebből megtermelték, meg feldolgozták, áztatták, fésülték, fonták télen, és ebből szőttek. És én ezt akkor így gondoltam, hogy ha még valami lehetőség van, akkor mutassuk be a fiataloknak. Jó helyen vagyunk. A kárpátaljai magyarság megmaradásának fontos eleme a hagyományokhoz való ragaszkodás. Az itteniek méltán büszkék szokásaikra. A tájházak is azt bizonyítják, hogy milyen komoly múltja van a vidék magyarságának, ezek a tárgyak és emlékek pedig még inkább bizonyítják az őslakos magyarság több mint 1000 éves jelenlétét. 37-ben mondta Györfi, hogy ne majmoljuk a nyugatot, ne majmoljunk mást. Most nem fog pontosan idézni, mert nekünk értékeink vannak. Nagyon jó, hogy a 90-es években felfedeztük ezeket az értékeket, és igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt megtartsuk. Sajnos a 90-es években indult meg az a folyamat is, ahol mások is felfedezték, és nagyon sok értéket elvittek tőlünk. Elvitték a kovácsolt lámpásainkat, elvitték a nagykendőket, elvittek bútordarabokat. Most már gondolom, hogy nincs itt keresni valójuk, mert ezt mi meg fogjuk őrizni, és ez a tájház pontosan erre való, hogy erre vigyázzunk. Vigyázzunk múltunkra, vigyázzunk történelmünkre, vigyázzunk hagyományainkra, és mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy az iskolások, a gyerekek, a felnövekvő nemzedék ezt az értéket megismerje, és fokozatosan magáévá tegye. Ebben nagyon fontos dolog van. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és minden turisztikával foglalkozó helyi szervezet és közösség abban reménykedik, hogy hamarosan újra élettel telnek meg a szállások, látogatók hívásainak százait fogadhatják, és szervezhetnek vonzóbbnál vonzóbb programokat.